Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját, december 25-ét megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. A karácsonyi ünnepkör Advent első napjával kezdődik, mely most vasárnap, december 1-én veszi majd kezdetét, és vízkeresztig, január 6-áig tart majd. Advent első vasárnapja Szent András napjához legközelebb eső vasárnap, egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Ez nincs egy meghatározott naphoz kötve, de első alkalma mindig a karácsony előtti negyedik vasárnap, tehát az adventi idő 4 teljes hét. Az advent szó a latin adventus domini, Isten eljövetele kifejezésből származik, jelentése eljövetel. Az adventi koszorún 4 gyertya helyezkedik el, mindegyik mást jelképez. Ezek a hit, a remény, az öröm és a szeretet. Minden vasárnap egyel többet gyújtunk meg, a növekvő fény a megváltó eljövetelére utal. Korábban szokás volt, de vannak olyanok, akik ma is tartják az advent időszaka alatti böjtöt. Ekkor tilos volt mulatságokat, valamint ünnepélyes házasságkötéseket tartani. Ennek hagyománya a 20. században tűnt el. Jelenleg a katolikus egyházban nincs böjti előírás az adventi időszakra vonatkozóan. Ugyanakkor ajánlott a visszafogottság, a csend, a több ima és lelki olvasmány, illetve a bűnbocsánat szentségéhez járulás. Az adventi ünnep kezdetekor a legtöbb településen feldíszítik fényfűzérekkel, ünnepi díszbe öltöztetik a legforgalmasabb utcákat, a legszebb tereket. A nagyobb városokban karácsonyi vásárokat is tartanak, ahol kézművesek árulják portékáikat. Az áruházak és bevásárló központok, üzletek bronz, ezüst és arany vasárnapi nyitvatartással csábítják a vásárlókat magukhoz.